Sziasztok! Hello mindenki! Itt van velem New Lunch. Sziasztok! Zsami. Hello! És meg hamis gyilkos Bigó. Hello! Ők még nem tudják, hogy miket találtam ki. Nem, pár egyszerű minigémet találtam ki, amik inkább ilyen kreatív munkázások, ilyen kis építgetések. És nem kell hozzá reston. Ja, ez az egyetlen kommandok egyébként, ez a törlés. Hogy egy Super. Kicsit gyorsabb legyen a dolog. Az egyik az lenne, hogy mondjuk majd sorba megyünk, lesz mindig egy építő, és az építőnek pedig nem fogjátok gitálni. Építenie kell. Oh, wow. És egy szobrot kell megépíteni, és akkor például itt van az egyik lehetőség, hogy most vagy az egyik ember mond neki valamit, vagy ő kitalál valamit, és a többieknek föl kell ismerni. Tehát a cél az, hogy a többiek fölismerjék. Most azt is el tudom képzelni, hogy egyik ember mondja a másiknak, hogy kihívás legyen. Jó, végül is. Megpróbáljuk úgy első körben mondjuk? Még jól is elsülhet, úgy. DC-n leírjuk egymásnak, hogy mit építsen a másik? Igen, valahogy privátban mondjuk. Jó, akkor én választok. Bigó, leírom neked. És ez jó, megszívottad a másikat, valami jó nehezet adsz neki. Most ilyen próbakör szerintem nem nehéz. Nekünk meg ki kell ezt hívet találnunk akkor. Jaja. Basszus. Azt nem mondta, hogy nehéz. Mi? Ugye googlizni nem lehet. Na ez jó volt. Egyrészt úgy sem tudom ellenőrizni, másrészt azt neked tényleg segít. Hát, mondjuk ha olyat írnak, amit nem tudnád micsoda, de ezt tudod micsoda? Hát, ja. Jó, hajrá, azt nézzük, hogy jó. Ez egy kígyó. Ez... De nem az volt a cél, hogy ez ne ismerjék föl. Hát nem tudok építeni. Ja, az nem baj, attól csak végülis még viccesebb lesz. Nem trón? Nem trón. Ez legalább szék alakja volt. Azt mondom, hogy nagyon lóg a nyelve. Ez valami gyík, bakker. De hallod, Bigó, szerintem a feje azon kéne dolgozni. Meg lehet. És melyik állat nézett ki így? Hát épp ez azt, hogy szinte még soha nem láttam. Mindegyik állat így néz ki, amit előtt a kocsi, nem? Kábé. Mutáns valami, azt írják a cseten. Kaméleon? Nem. Hát nem, igen. Tényleg nem, te elcsoptam, hogy mi estek a szemei is. Zsömiék sírni fognak, ha megtudják, hogy mi ez. Pöttyös labda. Hát pöttyös labda. Szegény labda. De miért? Ez most tökre hasonlít. Sose fogják kitalálni. Miért? Ez rohadt jó lett pedig. Hát jó, csak nem hasonlít rá. Igen, krokodil. Ez egy krokodil? Pontosabban, én Bigónak azt hittem, hogy krokodilt építsen. Ő ezt csinálta. Szóval... Akkor most legyen az, hogy Bigó ír egy feladványt, mondjuk Esztinek. Addig nézzétek ezt a gyönyörű mutáns krokodil. De ennek hol a farka? Ez az, hogy farkat se csinált neki. Biztos lány. Lehet. Ez kaméleon, mert most nem látszódik. Szint váltott. Na, ezt mi ez? Láthatatlan ember? Ja, nem, ez barna. Az hagyján, de minek a kaki? Azt kell majd kitalálni. Jaj. Dilophosaurus. Micsoda? Ez eddig úgy néz ki, mint hogy egyik lába, közte lóg valami, igen. Ez tök fura, ez ami nyalóka, meg egy csizma összekötve. Mi? Tényleg kalóz. Jaj, kalóz lesz, látom, falá meg... Ó, megint kitalálták. Hát ügyesek voltak, hát akkor ennyi. Eddig én ezt így olyan jól kitaláltam. Akkor most te mondd ezt Zseminek. Hát nem, ez azt jelenti, hogy olyan jó vagy, be se tudtad fejezni. Igen. Bigó meg ott szenvedett. Nem baj, majd legközelem. Yeah. Várjátok, most jövök én, gyerekek, az életveszélyes, ugye tudjátok. Zsömi és az építés, gyerekek, ilyet még nem láttatok mostanában, úgyse. Ez egy nagy fekete okay. Pacsa, addig jó. Fekete hamburger. Hamburger azt mondja. Úgy lehetne ezt izgalmasabbá tenni, hogy elindítjuk az órát, és az az ügyesebb építész, akit hamarabb kitalálják. Akkor eddig nyertem. Hát mindig is eddig ezt igen egész jól áll.
Jó, ez így majdnem jó. Ez? Egy katica bogár? Bogár. Micsoda? Igen. Katica... Fehér pettyes? Hát ez most az lesz. Fehér pettyes katica bogár? Milyen? Mi nem tudom, hogy milyen a pettye. De tök jó, és fel lehetett ismerni. Akkor most van egy pontom, vagy mi? Akkor most te fogsz majd nekem mondani, én még nem voltam. Oké. Kap be! Kicsit visszatom vágni. Na hajrá, Csabi! Úristen! Na jó. Remélem élvezed, hogy itt vagy, mert utoljára voltál itt. Többet nem lesz, hogy jól gondolt. Jó, lehet egy kicsit nehezet adtam, most így utólag elgondolva. Mennyi már? Szerintem megoldja. Ez valami építmény, nem? Ez valami építmény, ezt jól látod. Nem úgy értem, hanem valami egyébként is valami. Mindegy, most nem fogom követni a színeit. Aki még most írja a kalózt. Ez valami szobor. Várja, figyelj. Szabadság szobor? Igen. Nem, olyan. Az egy izé fákjából kitalál. Leraktam egy fákját, igen. Jó, akkor körbe mentünk, akkor most megint én mondok. Először Bigónak mondtam, akkor most Eszinek mondok, vagy írok, hogy ne halljátok. Jézusom, mit fogsz nekem mondani? Nem nehezett. Mondtam egyébként neki, nem szivattam meg, mert hát tudod, belealszom. Ja, igen. Továbbra is így akarsz vacsorázni szeretni. Igen, eddig még csak ebéd volt, úgyhogy... Megint barnával kezdődik. Minden barnával kezdődik. De ez egész jó. Túl könnyűt mondtam, most már bánom, hogy ezt mondtam. Traktor. Teherautó. Ez motornak néz ki. Igen, az. Motor. Motor. De marha jó, de tényleg ez tök jó. Na akkor te mondasz valakinek, aki még nem volt, és nem mondtál neki. Hát akkor mondok Bigónak. Végre nem barnával kezdünk. Húváltos, mit csinálják? Sárgával kezdünk, ez sokkal jobb. Tényleg nem úgy volt, hogy ezekbe a körökbe most időre megyünk? Igen, volt ilyen terv, aztán nem kezd, nem szedtem el a stoppert. Aztán majd a következő körben. Akkor majd a következő körben. Valami állat az biztos, és üres a hasa. Éhes. Éhes, aha. Ez mi? Ez nem a rossz lán. Megnyújtottam egy szóra. Jó, mondjuk lehet, hogy nem ilyen nagy. Jó, zsiráf. Zsiráf. Aha. Nagyon jó feje van. Olyan feje van, mint a krokodilnak. Akkor most Bigó mond. Kinek mondasz? Hát vagy nekem, vagy Zsöminek. Ugye már csak mi ketten vagyunk. Ez a mágnes szájú zsiráf. És tényleg. Mágnes fejű. Jó, ezt én megpróbálom most 2D-be megrajzolni, mert nekem úgy egyszerű lesz. Oké. Halló, zsiráf. Ez egy képkeret, nem? Nem. Azt mondja, zsiráf. Hát elég hülyén néz ki. Kicsit elcsúszott az arc. Várjál, ide még egy kicsit pótlunk. Ez mi? Tehát, hogy fekete szemek, kék szemöldöke van, piros orra, meg van egy lyuk az arcán. Várjál, a lyukat még betörzöm. Hát mi? Piros is. Kék fogai, meg piros fogai vannak. Így? A füle is van. De azon kívül, hogy arc, nem jut eszembe semmi. Legó bácsi, alien, majom, kutya, bohóc. Ott van a... Bohóc! Jézus, te milyen bohócokat láttál? Hát creepy bohóc! De nem az, hogy úgy néz ki, mint én! Úgy néz ki, mint én! Várjál, így lesz jobban. Kopci ugrott be hirtelen. Kopcinak a néz ki. Nem hallja. Gömbhal. Bohóc! Hát ez egy bohóc. Mondjuk így, hogy vastag az orra, vastag piros orra, már okés, de... Oké, megpróbálom kicsiben. Végül is. Hallom. Ne is olyan rossz. Nem bír béka. Mókus. Ez igen. Mókus? Ez egy tök jó mókus. Nézd meg. Azok a foga. Igen. Ez a legjobb mókus, amit láttál valaha. Az biztos. Pingvíroz már sűn, azt írtam.
Nincs keze szegénynek. Nem volt idő, mert túl gyorsan kitalálták. Szóval ez a világ legjobb mókusa. Jobb, mint az élő mókusok. Ezt be nem engedném a házba, az biztos. Ha felétek ilyenek a mókusok, akkor nem megyek arra. Ez csak ártalmatlan mókus egyébként. Van. Úristen, ki volt fordulva a fejed? Hátrafelé néztél, hallott? Megszállt a mókus. Visszanézem a lájba, Mária. Úristen. Megszállt őt a pokoli mókus. Mindegy, akkor most mondjuk mondasz egyet Zsaminek. Igen. És azt már időre fogjuk nézni. Ez volt minden vár. Na hát ez vasaló? És kitaláltad lól. Ebből? Kemény. Hogy találtad? Ebből hogy van? Hát Katicát is egyértelmű. Kitalált. De várjál, Csabus, ha találja ki az összes Zsömit. Katicát is ő találta ki. Ja, ezt valahogy jelenik ilyen, hogy kitaláltak, hogy ez valami bónusz legyen azért. Mert különben direkt nem találom ki, hogy hosszú legyen az idő. Úgyhogy valami plusz. Egy plusz jelent. Rakod ide egy plusz jelent. Neked meg felírom az időt. Hóember. Hóember. Széttaposott hóember, nem? Hát egy kicsit. Polc, könyves polc. A cseten írták a megoldást. Igen. Számít? Hát nem. Képregény? Jó. Igen. De te is kitaláltad. Igen, képregény. Nem onnan találtam ki, hogy a csetre néztem, hogy ilyesmi. Nem. Szerintem ez egy szinten lesz majd a krokodillel. Közösen elmennek majd az állatkertbe. Hát ez valami fehér dolog. Hát... kiderült, a színvak az már nem vagy. Jézus ember, miért nem felismerhetőre csinál? Miért töröd ki? Rossz oldalra raktam. Ki van törve a lába. Ez láb volt? Hát ez láb akar lenni. Ez egy nyúl? De chatről olvastam, az így nem jó, mert nézem a chatet és akkor... Hát ez egy nyúl. Tényleg? Tényleg. Addig találgass, mert egy nyúlfajta. Mit nyúlfajta? Mit nyúlfajta? Fehér nyúl? Azt kell mondani, hogy fehér nyúl? Ennek is olyan feje van, mint a zsiráfnak. Vérnyúl? Elég tancsal mondjuk meg én. Vérnyúl. De miért ilyen? Nem is ide, ide. Nasty? Pingvin? Igen! Én mondok Bigónak. Okay. Hogy? Hogy? Miért? Hogy? Jaj. Nem baj, nem baj. Minden problémát megoldok. Könnyű lesz. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Hát te mondod, micsoda? Nem mondod, hogy ez a... Ez Kiklopsz. Úristen. Inkább legyen Kuklopsz, vagy Kancsa. És ebből szerinted felismerhet... Biztos, hogy jól olvastad el? Ez igen érdekes fogszerkezet. Hátrafelé is néz. Ennek hátul is van szeme. Fogor? Megint nem... Igen, az. És pont ekkor jött eszem, hogy nem indítottuk el a stoppert. Vicsjában. Basszus. Igen, ez egy fogor. Hát azt kellett volna csinálni, és ezt építette. Fogorvos. A mesztelen fogorvos. De miért rak egy kerítésnek üveget a szájába? Miért? Fogpótlás. Jaj, elindítom gyorsan. Kell egy külön embert hívni majd, aki figyeli az órát. Valaki nagyon vérzik, azt látom. Spriccel fölfelé a vér. Ja, nem, ja, hogy az fölfelé folytatódik a teste. Mici mackó, öcsém! Igen. Oh. Tényleg. Hajnalodik, kiugrom az ágyba, barátom marad rá. Úristen, semmi! Majd Bigónak kétszer kellene ebbe a körbe, mert a fogorvosnál nem értünk időt. Ez a fejetlen Mici mackó, ettől rosszat fog álmodni, gyorsan kitörlem. Fa! Fa! Fafajtát kell kitalálni, ne csináld. Ja tényleg? Én csak annyit írtam, hogy szülinapi live. Ugye nem azt gondolják sokan, hogy az én szülinap... Nem, nem, hát Facebookra már írogattam, hogy 5 év, meg ennek a leírásában is ott van, hogy 5 éves a csatorna. Elhiszik, hogy nem 5 éves vagy? Hát egy faölelő, vagy mi? Favágó. Ott van, kitaláltad. Behalás. Mindent én találok ki, ez jó? De mi is Zsöminél. Zsömi úgy épít meg. Nézd, minden van nálam a nap. Ja, egyet te is kitaláltál, mert én építettem. Láttad a pirámidot, raktam neki.
Mondok Bigónak, mert még nem szivattam meg sehogy. Jó. Jó. Hallod, egyszerű krokodillal meg lehet szivatni, ne csinál. Elég morbid, hogy akkora volt a favágó, mint a fa. Ja, hát... Már megint ilyen lábakat rajzolt. Bármit csinálsz, ilyen lábak vannak rajta. Megint egy messzelen ember. Úristen, egy terhes nő? Azért... Olyan, mint hogyha terhes lenne. Na, rajzolt ragatját, jó? Vagy mi épített. Van két ujjacskája. Akkor ez egy Lego figura. Egyik ezen rövidebb. Ne menjünk bele a részletekbe. Még mindig rövidebb, de hagyjad, hagyjad. Ez valami izomember? Azért ilyen vastag a testje? Izomember. Mesztelen manó. És itt behajol a másik, néz, ez tényleg olyan, mint egy műtét. Masször? Ez nagyon beteg. Masszírozza? Masször? Nem. Jézusom. Megfúrja a kerítés. Már megint a kerítés. Fú, az UFO kára volt. Tényleg, kísérletet végeznek rajta az űrlények, nem UFO-k. Ez így már megvan. Ennyi. Ennyi volt. Tele van vérem. Gyilkosság, nem? Vagy nem, hát sebész. Ott van, kitaláltad. Hát akkor úgy alakult, hogy te mondasz nekem. És azért mondtad azt, mert szerinted nem fogom tudni megcsinálni. Hát, mert nekem nekem nincs nagyon ötletem, hogy mit tudnál csinálni, szóval... Nézzük, mennyire vagy kreatív. Nézzük. Aki mondja, Szulej. Dallas. Mi más? Nincs ötletem egyelőre. Jó, hát ezt most így végbe kéne építeni, csak gondoltam spórolok. Hát én tényleg megpróbálok mindent. De hogy nem az igazi. Kértem el a zöldet. Eleve mi az a négy szín érted? Igen, és nem gondolkodom, miben van négy ilyen szín. Jaj, nem igaz, hogy ilyen egyszerűt nem tudtak kitalálni. Kíváncsi leszek. Ez a Google? Igen, az! Nem mondod. Az. Micsoda? A Google. A kereső? Igen, a Google-t kellett megcsinálnom. Jézusom! Hogy jöttél rá, Szti? Nem tudom, vagy a színekből valahogy. Ez kérdés. Lehet, hogy ezt valaki visszakapja még. Bigó fog mondani mondjuk Zsöminek, hát ha neki is ilyen jót mondasz. Oké. Okay. Ezt nem fogjátok kitalálni, de lehet, hogy megrajzolni se tudom, hogy megrajzolni. Mehet? Mehet, igen. Akkor kell ide is. Ez megint motor, vagy kocsi, vagy valami kerekes. Ezek fekete virágok. Igen. Fekete virágok. Ez az elektromos kis autó, nem? Matchbox, vagy nem tudom. Még azt jó nagyba csináltad meg. Ne konkrétan a magával a járművel foglalkozatok, de majd az úgyis fog alakulni, ha ezzel kész leszek. Iskolabusz. Ennyi ne. Mi van, megy az idő, nem építesz? Jaj, beépített közben. Monofilm. Ez nagyon ravacsul néz ki. Az ugye nem egy ember. De az lenne. Várjál, segítek. Ez a GTA. Igen. Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Ban mindenki! Nem tudom, hogy rajzoltam volna meg azt, hogy valaki lopja az autót. Jaj, Istenem! Várjál, valami olyat akarok, amit azért meg fogsz tudni építeni. Ki? De kinek mondod? Ja, Csabusának, igen. Jaj, már! Szerintem tudod, hogy mi az. Úgy szerethetsz most. Többet Csabus Lájbus leszek az. Te tényleg arra utazol, hogy ne szerepelj többet. Kéne néznem róla a képet, mert... Ez biztos, hogy nem fogunk tűnni tökéletesen. Ez lesz, mint a Google-nél. Ebben tudod, mi a legjobb, Csabi? Mi? Hogy én ezt most megadtam meg egy feladatnak, de én elképzelésem is, hogy én hogy csinálnám. Na, valami esetleg ennyiből. Nincsenek mögötte ilyen tornyok talán. Ha nézd egy képet, ha az segít. Ó, de rosszul csináltam. Máshol vannak ezek a tornyok. Jó, emlékeztem, hogy vannak valami tornyok. Ez a Taj Mahal. Az. Nem mondod. Az. Az.
Nem rossz, csak nem biztos, hogy... Tehát, hogy azt látni fogják, hogy itt milyen építmények vannak, csak nem biztos, hogy a funkcióját is eltalálja. Hú, szegénynek milyen nagy feje lett. Az a szemmel van, hogy megint milyen űrlényeket csinálsz. Szerencsétlen. Űrlény vacsorázik. Hú, mi az, hogy eladottam? Nagyon menő nagy. És most jó kedvencem. Tök jó, egyébként kreatívan megcsináltad, csak fel is nem fogják tudni felismerni. Kloffolja a húst, vagy mit csinál? A fehér húst. Igen. Vagy számítógép előttű kockalány, vagy nem tudom. Kockalány. Hát nem tehened fel, az biztos. Szeretnéd, mi? Jó. Gamer. Fodrász. Az. Titkárnő. Igen, ez a titkárnő. Nincsenek ticijei. Úgy jobban felismertük volna. Hoppá, kint van az egész alatt. Jó, örülsz neki? Azt mondja, hogy felismertük volna. Jó. Mik azok a bimbókat? Várjál. Nyomkodja. Fel vagy véve. Fel vagy véve. Várjál, én is megnyomkorom neki, legyen már teljes. Istenem, fiú. És kiütött. Isten. Na, szia, jó vagy. Oké, fel vagy véve ismét. És ha ilyennel csinálnánk, az jobb lenne? Jó, jó, vannak. Jó, hát akkor... Ez mi? Folyik a tej, vagy mi? Nem, ez jó volt neki. Na, hát akkor most Bigó, mondd, és már csak eszünk maradt. Az Zsömi tudja, hogy kell hozzájönni lányokhoz üzlem elé. Zsömi lecsavarja a bimbót, azt mondja. Valaki azt írja, hogy gomb helyére egy ajtó jobban illett volna. Milyen nőket láttál te idáig? Ja, hogy ez itt megint ül valami. Ha itt van a lába, én mindig azt hiszem, hogy fekve akarja csinálni, és ilyen hosszú farka van. Majom. Igen. Ennyi majom? Igen. Ez banán! Igen. Ki lehet egyenes banánt? Hát ez igaz. Hát ennek így, hát ennek ugye nyomkodjuk egy kicsit, nyomkodjuk. Hopp, ezt is kiütötted be. Azt gondoltam, hogy most utoljára kitaláltam egy másik játékot is, csak hát ez olyan jó volt, hogy gondoltam, nem szakítom meg a sorozatot. Ugyanígy van egy építő, a többiek pedig mindenki kiválaszt. Lehet, hogy egy blokk kevés lesz, legyen kettő vagy három blokkot kiválasztanak, oda dobják neki. És neki abból kell építenie valamit. Nem, mint ez a három vonalas. Amit föl kell... ja, hasonlít a három vonalhoz, igen. Lopod az ötleteimet. Én mondtam neked ezeket, úgyhogy te loptad el az ötleteimet. Úgyhogy... Bizonyítsd. Szóval egy ilyen, hogy... hogy blokkokat dobálunk neki, neki pedig azokat mind föl kell használnia. És hát aztán ki kell tennünk, hogy mit próbált megépíteni belőle. Rendben. Legyen mondjuk egy ilyen, meg egy ilyen, na. Egy blokkon? Egy kettő? Kettőt. Most így véletlenszerűen rakod le? Mi ez? Oké, ez egy elég creepy. Aki egy kacsa. Legalább melleket rakja erre. Ja, legyen mit nyomkodni. Ja, ilyenek tényleg, hogy fiú, ember, robot, sátán. Az egyik, igen. Melyik? A robot. Ez egy robot. Nem, hogy néz ki. Nem, nem áll. Na, te is robotot csinálsz? Nekem van egy ötletem, ennyi alapján. De akkor, ha megálltam, akkor nem fogod megépíteni, pedig kíváncsi lennék. Lyukak vannak rajta. Várjál. Át lehet nézni, kukucs. Arra kíváncsi leszok, hova rakod a restont. Arra én is. Madár ijesztő. Nem ár. Tényleg madár ijesztő?
Hát azt akartam, igen. Bakker, az volt az első, amire gondoltam, és... De nem, akkor megláttam, hogy ilyen üveget raksz bele, mondom, akkor biztos nem az. Hát az, hogy szakad, tudod, és ne üres legyen, hanem felhasználjam azt a blokkot. Ja. Ja. És kreatív. Most tudod, egyszerűen hol raktam volna le, azt nem tudom egyébként. Nem tudom, és ez nem... De és jó, van egy rajta egy sárkány, mert én ezt tudom. Jó, van. Azokat is elhelyezted. Igen. Na hajrá. Jé. Hú, amit az előbb már felírtam, hogy mit akartam. Hát nem kapta egy üveget. Hát kapta, hogy... Milyen sor minta. Sajtorta. Jaj, nem mondott hamburger. Igen. De jó. Ez lett volna a saláta rajza. Igen, igen. Ötletes. Csak az ajtót hozz, hogy raktam volna le, azt nem tudom. Meg a töltsért. Hát hopperre mondjuk ajtót. Töltsért adhatok neki. Megvan, ne. De rossz. Na, ilyen egy hamburger. Nagyon nyomta az egyik fejét. Jó, hát már csak én maradtam, akkor valami kedveset adjatok. Ezt nem lehet akármire, ezt a chorus flower-t. Akkor adok mást, várja. Jó. Kaktusz? Azt lehet bármire? Hát... Shoulder, vagy mi? A homokra lehet. Oké, akkor nem azt kapcsolatban. Ugyanazt adtátok, jó? Oké. Akkor te is! Ja. Kettő cserepen van, meg kettő rácsom. Ez király. Várják, keresek valamit, akkor legyen ez. Jó, mert ezt lett, erre nem tudom lerakni, nem. Tehát, hogy... Blokkot, normális blokkot nem kaptam, amire le tudnám rakni a vine-t. Várj. Ez tényleg lehet bárhová. De nem ilyen monsterek, ugye? De monsterek. Mindegy, jó sem. De a virágot azt nem fogom tudni lerakni, mert nem kaptam füvet. Nem tudom, ki adta a virágot. Én nem. Oké. Okay. Én tudom, hogy mindannyian a legnehezebbet akarik Csabinak. Igen, igen egyébként. Lerakhatatlanokat adtak. Na, ennyiből nem tudjátok? Nem. Ja, hogy ez már valami? Oké. Okay. Jó, itt tök felismeretetlen. Hát most van ötletem, csak nem hasonlít rá. Hát ez öreg hiba. Farakás? De ez kő, hogy lenne farakás? Hát te fát nem kaptál. Nem. Úristen. Aha. Sátor? Igen, az készülget. Ez is sátor? Hát még nincs kész, de az... Azt próbáltam meg. Próbáltam egyébként pókot, meg százlábút csinálni, meg legelőször mennyasszonyt akartam, de nem. Komolyan! Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, hogy meghívtál minket. Mennyasszonyok a meghívást. Nem biztos, hogy... Ja. Nem biztos, hogy többet... Nem biztos, hogy mindenkit újra meghívunk. Lehet, abszolút hogy majd jó. Máskor is csinálunk ilyet, nem tudom. De más emberekkel, az biztos. Köszönet mindenkinek még egyszer. A kézikönyv óvjon. Hello. Sziasztok.